Tanítsunk Magyarországért! Egyetemi hallgatók segítik a hátrányos helyzetű települések kisdiákjait. Fejlesztik a járóbeteg szakellátást. Mintegy 300 millió forintot fordítanak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház valamennyi telephelyére. Energetikai beruházás. Közel 600 millió forintból újult meg a Szabolcs megyei kormányhivatal 7 épülete. A Nyíregyházi Egyetem is csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért mentorprogramhoz. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. 120 nappal és levelezős egyetemi hallgató vette fel azt az alapozó kurzust, amelynek végén olyan mentorrá válhatnak, akik a térség hátrányos településein élő és tanuló gyerekeket segítik. A pilot program keretében 7.-8. osztályos kisdiákokkal kezdik meg a közös munkát. Egy felmérés szerint a mentoráltaknak átlagosan 10%-kal javul a teljesítményük a hasonló programoknak köszönhetően. Amerikai, brit és izrael mintára indult el hazánkban a Tanítsunk Magyarországért mentorprogram. Az ottani eredmények alapján a programban résztvevő tanulók tanulmányi eredménye átlagosan 7-15%-kal javult. Ez olyan, mintha 2-3 hónappal tovább tanulták volna az egyes tantárgyakat. Hasonló eredményeket szeretnének elérni az új hazai mentorprogrammal is. A célja, amint a címe is mutatja, hogy tegyünk valamit közösen Magyarországért, azoknak a kisdiákoknak, akik hátrányos helyzetű térségben laknak, adjunk meg minden segítséget azért, hogy tudjanak boldogulni az életben. Ez azt jelenti, hogy fejezzék be sikeresen az általános iskolát, tudjanak tovább tanulni, akár úgy, hogy egy szakmát adó középiskolába, akár úgy, hogy később egyetemen tudják folytatni a tanulmányaikat, és túl azon, hogy sikeres és boldog pályát fussanak be, maradjanak ebben a régióban, és ennek a felemelésért dolgozzanak. Négy megye 50 iskolájában közel 3000 7.-8. osztályos diákhoz jutnak el a mentorok. Jövő tanév szeptemberétől heti egy napot töltenek majd együtt. A kisdiákok az életkorban hozzájuk közel álló mentorokkal könnyebben szót értenek, akik így hatékonyabban tudnak segíteni a pályaorientációban és a tehetségük kibontakoztatásában. Az egyetemisták azért nem ingyen dolgoznak, hanem 30 ezer forint havi ösztöndíjban részesülnek. Tehát azok, akik sikeresen teljesítik a Tanítsuk Magyarországért szabadon választható kurzust a Nyíregyházi Egyetemen, és utána beválasztjuk őket, vagy a tanáraik beválasztják őket a mentorálási programba, és 2019. szeptemberétől elkezdik a mentorálást. Ők havi 30 ezer forint ösztöndíjban részesülnek, és ezen túlmenően, hogyha a gondjaikra bízott diákok jól teljesítenek az iskolában, javulnak a tanulmányi eredményeik, tovább tanulnak, ott sem morzsolódnak le, ott is jól tanulnak még, és utána elhelyezkednek a munkaerőpiacon, vagy az egyetemre jelentkeznek és sikeres felvételt nyernek, akkor további honoráriumban részesülhetnek a mentorok. 2019-ben 4 egyetemen indul kurzus, amelynek keretében a hallgatók elsajátíthatják a mentori tevékenységhez kapcsolódó ismereteket és kompetenciákat. A pilot program oktatási intézményei a Pécsi Tudományegyetem, a Miskolci, a Debreceni és a Nyíregyházi Egyetem. Mi egy olyan hátrányos térség szellemi központja vagyunk, ahol nagyon-nagyon sok fiatal morzsolódik le az iskolából, tehát úgy hagyja ott már akár az alapszintű oktatást is, hogy nem végez. Tulajdonképpen ez a program egy mentorprogram, ahol a nyíregyházi egyetemista hallgatók, akik erre vállalkoztak, azok készülnek fel arra, hogy ők mentorok legyenek, és a vidéki települések 7.-8. osztályos diákjait támogassák, segítsék mindenféle szempontból. A Nyíregyházi Egyetem 120 nappali és levelezős hallgatója csatlakozott a mentorprogramhoz. Köztünk nem csak pedagógus képzésben résztvevők vannak, jelentkeztek műszaki, agrár és gazdasági képzésből is. Ez azt jelenti, attól, hogy valaki nem pedagógus jelölt, még szociálisan érzékeny lehet, mondta el az egyetem rektora. Mintegy 300 millió forintból fejlesztik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház valamennyi telephelyén a fizioterápiás járóbeteg szolgáltatásokat. A program az infrastruktúrális fejlesztések mellett felújításokat, akadálymentesítést, valamint több nagyértékű eszközbeszerzést is tartalmaz.
A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház legnagyobb betegforgalmú telephelye a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórház, ahol 261 járóbeteg szakrendelés működik. A betegforgalom legjelentősebb része a kórház Bocskai utcai főbejáratán keresztül zajlik, azonban a járóbeteg ellátás fejlesztését bejelentő sajtótájékoztatón elhangzott, a pályázat a megyei kórház mindaz 5 telephelyét érinti. Ez egy 300 milliós, közel 300 milliós összegű projekt. Gyakorlatilag, hála Istennek, mind az 5 telephelyünket érinti. Az 5 telephelyet műszer beszerzés kapcsán, tehát a fizioterápiás eszközök beszerzése kapcsán, illetve 3 telephelyünket pedig építési beruházás kapcsán érinti. A műszereink vonatkozásába 116 nagyértékű és 95 kisértékű fizioterápiás eszközt, építés kapcsán pedig itt a nyíregyházi telephelyünket, a Mátai Szalkét és a Fehérgyarmat is érinti. A Dorján Gusztáv hozzátette, első ütemben a Bocskai utcai úgynevezett STK épületének akadálymentesítése történik meg, majd a bejárat és az első emeleti fizioterápiás szakrendelő újul meg. Szondi Zita, orvosigazgató elmondta, a fejlesztés leginkább a mozgásszervi betegségekkel küzdő lakosságot érinti. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, mint Magyarország valamennyi területén nagyon gyakoriak a mozgásszervi betegségek. Ezek legyenek akár reumatológiai gyulladásos eredetű betegségek, vagy degeneratív elváltozásokból adódó problémák. A lakosság jelentős részét érinti. Számszerűen azt az adatot tudom elmondani, hogy éves szinten körülbelül 60 ezer ellátási esetet végzünk járóbetegként, amely csak szakrendelési tevékenységet jelent, és 300 ezer azon eseteknek a száma, amikor gyógyító, fizikoterápiás vagy fizioterápiás beavatkozásokkal segítjük ezen betegeknek a gyógyulását. A fejlesztések keretében különleges gyógyászati gépeket is beszereznek, amelyek mesterséges energiák felhasználásával, például mágneses rezgésekkel, fénnyel, elektromos, valamint hőenergia használatával képesek a fájdalomcsillapításra, gyulladás csökkentésre, vagy éppen a vérkeringés javítására, hangzott el a sajtótájékoztatón. Közel 600 millió forintból újult meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal 7 épülete a környezeti és energiahatékonysági operatív programnak köszönhetően. A forrásból 4 nyíregyházi és 1-1 rakamazi, nagyhalászi és záhonyi épület energetikai korszerűsítését finanszírozták. A beruházás a városkép szempontjából is fontos volt. Befejeződött a megyei kormányhivatal 7 épületének felújítása. Az energetikai korszerűsítéseknek köszönhetően nyílászárókat cseréltek, homlokzat szigetelés történt, korszerűsítették a fűtésrendszert és tetőszigetelést végeztek. Az egyik megújult nyíregyházi épület a zöld irodaház, ez teljesen új külsőt kapott, miközben megőrizte a régi arculatát, ami városképi szempontból is fontos. Az irodaházban 2 jelentős főosztály is dolgozik, a foglalkoztatási és agrárvidék fejlesztési. Mind a 2 főosztály dolgozó munkatársaink olyan felelősségteljes munkát látnak el, amely a megye egész szempontjából meghatározó jellegű. Nagyon fontos számunkra az, hogy azok a programok, amelyek rendelkezésre állnak, legyenek azok hazai forrású közfoglalkoztatási programok, vagy legyenek egyébként uniós programok, azok olyan magas szinten folyanak a megyében, amelyek képessé teszik arra a megyénket, hogy felzárkózzon a foglalkoztatásban az ország azon területeihez, ahol a foglalkoztatási helyzet jelen pillanatban még jobb. Jelentem tisztelettel, hogy a foglalkoztatási ráta tekintetében már nem vagyunk sereghajtók. Vannak olyan megyék, amelyeket megelőzünk. Tehát nagyon fontos az, hogy az ott lévő, ott dolgozó kollégák, illetve az ő szakmai irányításuk alatt dolgozó járási hivatalban működő foglalkoztatási osztályok hogyan végzik a munkájukat. A másik főosztály gondozásában, a vidékfejlesztési program keretében pedig már 125 milliárd forint került lekötésre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez az országos keret több mint 10%-a, tette hozzá a kormány megbízott. Az épületek energetikai fejlesztése nem csak Nyíregyházán és a megyében, országszerte is kiemelt feladat, közölte Tuzson Bence államtitkár a rendezvényen. Magyarországon, hogyha csak a villamos energiára tekintünk, akkor nagyjából a mai napon ilyen időben 6200 megawatt körül van az ország energiafelhasználása. Viszont mi magyarok összességében körülbelül
3500 megawattnyi áram megtermelésére vagyunk képesek. Nyilván ebből rögtön látszik, hogy van 2500 megawatt, amit valahonnan ilyen esetben legalább 2500 megawatt, amit valahonnan ilyen esetben meg kell vásárolnunk. Hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy Magyarország e tekintetben is egyre inkább a saját lábára álljon, az két dolog. Az egyik az, hogy energia szempontból olyan típusú fejlesztéseket csinálunk, mint amilyen a paksi erőmű is, legyünk képesek megtermelni a saját energiánkat, léptesítsünk naperőműveket is, egyébként ennek a projektnek ez is része, hiszen napelemes részei is vannak ennek a mostani megoldásnak. És a másik pedig az, hogy érjük el azt, hogy az épületeink energia felhasználása az egyre hatékonyabb legyen. A Szabolcs megyeihez hasonló beruházásoknak köszönhetően az épületek legalább 50, de akár 90%-kal olcsóbbá és hatékonyabbá váltak energiafelhasználás tekintetében, tette hozzá Tuzson Bence. Nyíregyházán 2013-ban indult egy program, amelyben felújítják a város arculatát meghatározó régi épületeket. Az elmúlt években ennek köszönhetően már közel 40 épületet felújítottak. A tervek szerint a következő beruházás a megyeháza épületének korszerűsítése lehet, hangzott el a rendezvényen. Kötelező lesz a nyelvvizsga 2020-tól a felsőoktatási felvételihez. A minisztérium nem tervezi a dátum elcsúsztatását. Az ezzel ellentétes sajtóhírek tévesen jelentek meg, tudta meg a Magyar Nemzet. Berényi Milán, a nyelviskolák szakmai egyesületének elnöke úgy vélekedett, a felsőoktatási intézmények feladata elsősorban a szaknyelvi képzés, így jó iránynak tekinthető, hogy nyelvvizsga szükséges a felvételihez. Jelezte, hogy az utóbbi években a felsőoktatásba jelentkezők mindössze 45%-a rendelkezett nyelvvizsgával, a felvett diákok esetében pedig 55%-uk. Olvasható a hiradó.hu oldalán. Lackfi János író, költő volt a vendége Kürti Lászlónak csütörtökön a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban a Költők egymás közt című este. A József Attila díja szerző mesélt népes családjáról, az alkotás folyamatáról és novellái, versei közül is felolvasott néhányat. Kürti László, Máté Szalkán élő tanárköltő, a Vörös Postakocsi című irodalmi folyóirat szerkesztője néhány évvel ezelőtt indította Költők egymást közt néven azt a sorozatot, amelyben a legismertebb hazai írókkal, költőkkel beszélget. Az elmúlt időszakban vendége volt többek között Kis Judit Ágnes, Szabó T. Anna, Dragomán György és Hály János. Ez alkalommal Lackfi Jánost kérdezte, aki szívesen találkozik az olvasókkal. Sokan Lackfi jelenségként emlegetik azt a tényt, hogy az írás mellett évente 150 fellépése van, ahogy az író nevezi ezeket a beszélgetéseket. Ha a kettő közül választani kéne, akkor nyilván azt választanám, hogy ha nem lehetne írni, amennyiben fellépek, és nem lehetne fellépni, amennyiben írok, akkor azt választanám, hogy természetesen írok, és akkor bedobom a palackpostát, de szerencsére nem kell választani, hogy nem kell arra várni, hogy az utókor mit csinál, vagy mit nem csinál, hiszen az utókor az egy nagy önkényúr, és azt felejt el, és azt vesz elő, akit akar. Én viszont örülök, hogy a korommal párbeszédben állok, mert az irodalom szerintem mindenek előtt párbeszéd. Kürti László nem csak Nyíregyházára hívja el barátait. Találkozókat szervez Vásárosnaményban és Máté Szalkán is, ahol ismét rendhagyó irodalomórát tartottak a diákoknak. Remek volt, hát mondom, most közel 400 diák jött, ugye egyrészt az Eszi Tamás gimnisek, miénk, illetve a Képes Géza általános iskolából is most jöttek át néhányan, egy-néhány osztály, úgyhogy egy nagyon-nagyon szuggesztív tanítási óra folyt le a színházteremben. Lackfi János munkamániásnak tartja magát. A nyíregyházi közönségnek elmondta, bár sok író igényli a csendet az alkotás során, ő hozzászokott ahhoz, hogy mindig ott vannak körülötte a gyerekei, akik egyáltalán nem zavarják az írásban. Várhatóan a tavaszi könyvfesztiválon, vagy a nyár elejé könyvhéten jelentkezik majd a Mindennapra egy sztori című új könyvével, amelyben az év mindennapjára kínál egy-egy történetet az olvasóknak. Jetski Európa-bajnoki futamot rendeznek nyáron a Leveleki tavon. A Nemzetközi Motoros Vízisport Szövetség döntése értelmében az Európa-bajnokság második futamának június 13-a és 16-a között Levelek ad otthont. A részletekről pénteken tájékoztatták a sajtóképviselőit.
Az elmúlt év júniusában 9 nemzetversenyzői mérték össze tudásukat a leveleki tavon megrendezett V4 Plus nemzetközi jetski kupán, ez év júniusában pedig már Európa-bajnoki futamot rendeznek a tavon. Az EMMI sportért felelős államtitkárságának támogatásával a szövetség megpályázta és el is nyerte a rendezés jogát. Ez egy technikai sportág, amelyben, hogyha mi nem vagyunk otthon, akár rendezés terén sem, akkor lemaradunk. És nagyon népszerű ez a sport, a jetski. Mindig minden kisgyerek szeretne a közelében lenni. Nyári időszakban ugye láthatjuk, hogy szeretnék kipróbálni. És egy kicsit népszerűsítjük is ezáltal a sportágat. Magyarországon legutóbb 2006-ban a Tatai Öregtavon rendeztek Európa-bajnoki futamot. Leveleken tovább nőhet a sportág eddig közel 120 világ, illetve Európa bajnoki medált számláló éremgyűjteménye. A szövetség minden versenyzője és mindenki, az egész jetski társadalom rendkívül boldog, mert azért 13 év után, és hogy egy ilyen nagyszerű helyszínen, mint itt a Nyíregyháza melletti Leveleki tavon ezt megrendezhetjük, ez egy óriási dolog. Levelek polgármestere elmondta, mindent megtesznek majd azért, hogy tökéletes körülményeket biztosítsanak a versenyzők, a kísérő személyzet és a szurkolók számára. Nagy kihívás lesz számunkra, elsősorban az, hogy a területet megfelelően tudjuk biztosítani a rendezvénynek. Egyeztetve a rendezvény szervezőivel már azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk a hozzánk érkező sok gépjárműnek, kamionnak a helyet biztosítani, a közlekedés megfelelően irányítani, illetve a parkoltatásnak a megoldását hogyan tudjuk megvalósítani. A verseny megnyitója Nyíregyházán lesz, és az infrastruktúrális adottságoknak köszönhetően a megyeszékhelyet választhatja majd bázisnak a résztvevők többsége. Ez egy nagy feladat, kihívás a városnak is, amit örömmel vállal, és úgy készülünk erre, hogy ne csak egy egyszerű alkalom legyen, hanem a nemzetközi megfigyelők, mint ahogy a rallinál is, azt mondják, hogy Nyíregyháza kiváló hely, itt Levelek is, és érdemes a nemzetközi versenyek jövőben is gondolni erre a városra. Természetesen ez a sportturizmusban, a város marketingben is egy kiemelkedő lehetőség. A három versenyből álló sorozat Portugália és horvátországi állomása közé került a leveleki futama versenynaptárba. A szervezők 20 ország, mintegy 150 sportolóját várják június 13-a és 16-a között. A magyar csapata tervek szerint 20 versenyzővel vesz részt a hazai Európa-bajnoki futamon. A tavaszi szezon első hazai meccsét játssza a kisvárdai futballcsapat szombaton. Dajka László jelenleg 10. helyen álló együttese a 3. helyezett Debrecent fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. Győzelemmel, mégpedig nagyon értékes sikerrel kezdte a tavaszi szezont a kisvárdai futballcsapat. A szombathelyen megszerzett 3 ponttal Dajka László együttese elkerült a kieső helyről, ráadásul 10 pontra növelte előnyét a haladással szemben. Az új igazolások is jól mutatkoztak be, így a szakvezető érthetően bizakodva várja a Debrecen elleni hazai mérkőzést. Megkönnyítette a heti munkánkat az, hogy 3 ponttal gazdagodtunk, viszont úgy gondolom, hogy tisztán látjuk a hibáinkat, ami egyelőre nem kevés. És ezen a héten próbáltunk felkészülni a Debrecen ellen. A Debrecen az egy nagyon veszélyes csapat. Sok tehetséges fiatallal, egy pár rutinos futballistával. Az elmúlt mérkőzésen is hiába vezettünk ellenük, azért megfordították a mérkőzést. Igaz, annak is voltak különböző okai, mert úgy gondolom, hogy ott valami miatt nem voltunk megfelelő állapotban, de ez már a múlt. Inkább visszatérnék a jelenre. Tehát készültünk ellenünk, készültünk belőlük, viszont ami nekem nekem fontos és nekem a mániám, hogy kell, hogy legyen saját játékunk. Tehát a saját játékunkból is készülni kell, hogy mi az, amit mi szeretnénk játszani, és annak legalább egy részét megvalósítani, és akkor úgy gondolom, hogy a hétvégén a Debrecen ellen eredményesen tudjuk zárni a mérkőzést. A Debrecen a Nyitányon hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott az Újpesttel. Herceg András vezetőedző Kisvárdán sem számít könnyű mérkőzésre. A megszokott ütemben készülünk. Az Újpesten egy kiki meccs volt, egy rangadó volt. Nagyon szerettünk volna nyerni, nem sikerült, de már most már túl vagyunk a kisvárdelni mérkőzésre tekintünk. Tisztában vagyunk, hogy az ellenfelünk jól igazolt, nagyon komoly játékosokat igazolt, és eddig is véleményem szerint jó játékosokban látta kerete. Ugye nagyon fontos kiki találkozó,
nyert meg Szombathelyen, tehát biztos vagyok benne, hogy otthon is mindent elkövette a győzelem, nagyon nehéz találkozóra számítok, és hát bízom benne, hogy mi fogunk több pontot szerezni ezen a mérkőzésen. A Kisvárda-Debrecen mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Budapest-Honvéd Puskás Akadémia, Paks-Szombathely, Mezőkövesd-MTK Budapest, Molvidi-FC Diósgyőr és Újpest-Ferencváros. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Az Amerikai Egyesült Államokban működő mentorálási tevékenységek eredményeképpen átlagosan 7-15%-kal javult a programban résztvevő diákok tanulmányi eredménye. Ennek mintájára indult el a Tanítsunk Magyarországért mentorprogram a Pécsi Tudományegyetemen, a Miskolci, a Debrecen és a Nyíregyházi Egyetemen. Az utóbbiban 120 nappali és levelezős hallgató vette fel az alapozó kurzust. Közel 300 millió forintból fejlesztik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház valamennyi telephelyén a fizioterápiás járóbetegszolgáltatásokat. A program az infrastruktúrális fejlesztések mellett felújításokat, akadálymentesítést, valamint több nagyértékű eszközbeszerzést is magában foglal, amelynek keretében mesterséges energiák felhasználásával működő gépeket is vásárolnak. Befejeződött az energetikai korszerűsítés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal 7 épületében. A környezeti és energiahatékonysági operatív program 600 millió forintos forrásának köszönhetően megújult a 4 nyíregyházi és egy-egy rakamazi, nagyhalászi és záhonyi épület. A beruházás a városkép szempontjából is fontos volt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 8-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Szombat reggelig gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Párás lesz a levegő, éjszaka zúzmarásköd is képződhet. Eső, hószálingózás egyaránt előfordulhat. A változó irányú, majd a délire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6-1 fok között alakul. Szombat estig közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak. Az úzmarásköd fokozatosan feloszlik, kitisztul az idő. Eső, hószálingózás egyaránt előfordulhat. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3-8 fok között alakul. Vasárnap a ködfoltok feloszlása után általában több órás, fátyol felhőkkel szűrt napsütésre számíthatunk. Éjszaka hideg front éri el hazánkat, ami hétfőn átvonul felettünk. Esők, záporok, este északon már havas eső, hó és viharossá fokozódó szél kíséri vonulását. A Dunántúl déli felén kiadós lesz a lehulló csapadék. Kedden még viharos szélre számíthatunk, de már csak felhő átvonulások zavarják a napos időt, és legfeljebb záporok, hózáporok fordulhatnak elő. Hűvösebbre fordul az idő. A folytatásban komolyabb csapadék nem várható. Felhős és napos időszakok és területek váltogatják majd egymást. Éjszaka fagypont alatti, napközben 5-6 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.